Nancy kezében volt az illegális szerencsejáték, a drug és fegyverkereskedés, foglalkozott zsarolással, emberrablással, üzemeltetett bordélyházakat, szedett védelmi pénzt és csempészadót, korrumpált rendőröket és politikusokat. Pasquale, kicsikét, mi volt ez a lövés? Hallom, Leona mama a mesélő túl sokat tudott. Pasquale, kicsikét, hogy lehet ilyet mondani telefonba? Clarice! Az a helyzet, hogy a börtönben nagy jót tettem az édesapáddal. Igen? És mi az a nagy jó? Lenni. Federico, beláthatja, fáj az egy anyai szívnek, ha túlszul veszik a lányát. Őszintén belátom. De a saját érdekeimet kell néznem. Milyen ember lennék különben? Talán vigye túlszul a pizzafutár. Hát ahhoz én nem értek. A pizzafutárral más terveim vannak. Veled még beszéljünk. Rigella, ne próbálj meg elsonfordálni, hogy leszünk túl erőbe, ha lövöldözése kerül a sor. Hát nálam nincs fegyver. De amit téged lőnek le, nekünk lesz idő célhozni. Értem, jó, akkor én hova álljam? Mindenképpen elém, jó? Nem, mint hogyha a lövöldözést szeretnék egy ilyen polgári otthonban. De hát az ember legyen készen, ha éneződik a helyzet. Az én boldogult férjem, Don Rafael, a te édesapád, aki a börtönből egyedül szervezte meg a tarantói maffiát. Amit ha nem szervez, most hozzá mehetnék Szilvióhoz. De meg kellett, hogy szervezze, hogy itt a mi földünkön úgy legyen, ahogy mi akarjuk, nem ahogy Rómából diktálnak. Csak amikor úgy van, ahogy mi akarjuk, akkor én abban belpusztulom. Na, majd csak erre jön minden. Ne is figyelj rám, mama, csak mesélj. Jó. Te apád olyan férfi volt,